Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! A nagypályás bajnokságok mellett a kispályán is folytatódtak a küzdelmek a héten, többek között az első osztály pontvadászatában is. Mai műsorunkban a 20. forduló lesz terítéken. A forduló legizgalmasabb meccsének az első és a második csatája ígérkezett. A C plusz V 4 pont előnnyel állt a klubfeca előtt, lássuk, mire jutottak egymással a csapatok. A Városi Kispályás Bajnokság első osztályának 20. fordulójában talán az év egyik legnagyobb rangadójának lehetünk tanúi, hiszen a listavezető C plusz V együttese a jelenleg második helyezett Klub Feca csapatával méri össze erejét. A két együttes az őszi idényben már találkozott egymással, akkor a C plusz V könnyedén 5-2-re verte a most kékmezben játszó klubfecát. Máriási tette hátra Spánicnak, aztán most Hajnal passzolt Juhászhoz. A mérkőzés tehát rendkívüli küzdelmet és minden bizonnyal óriási izgalmakat ígér, hiszen mindkét gárda legjobb összeállításában képviselteti magát. Horváth Ferencről vágódott a labda egészen föl a VOK csarnok első szintjére. Így új labdával folytathatják a játékot az együttesek. Egy kis tanakodás, aztán érkezik az a labda, aminek bizalmat szavaztak már a mérkőzés kezdetekor. Hajnal előre ívelt, Spánic elől pedig Disztl húzta le a labdát és kirúgás. Érzésem szerint Disztl Péter még a pályán, az alapvonalon belül ért a labdába, róla ment ki a játékszerű, hiszen szögletre kellett volna jönni a klubfecának. Nem így történt. Kovács. Májer és Horváth között ment el, azonban hosszan szöktette magát. Müller. Horváth Zoltán. Müllerével pot felé. Kint van. Kovács. Hajnal felé. Juhász. Egészen hátra. Tóth Attiláig. Kovács ismét. Juhász. Horváth csépi el a hátraadott labdát. Horváth Ferenc lő, Spánicról vágódik le. Májer. Spánic. Máriási. Müller fordulhat. Májer. Máriásit próbálta becsapni. Rengeteg régi nagypályás játszik mind a két oldalon. A C plusz V vonultat fel több egykori profi játékost, akik a legtöbbjük a Videotonban rúgta a labdát. Spánic. Máriási. Egyenlőre tapogatóznak az együttesek. Helyzetekig még nem jutottak el egyik oldalon sem. Máriásiról ment ki a labda. Müller dobhatja be, aki a Videotonnál és a Gászernél is tevékenykedett. Gászer együttesénél, mint edző.
hajnal a vonal előtt még megállítja, aztán ellövi Diszlvéd, Horváth Zoltán, Pott. Gyívelés Horváth elé, üresen vehette le a labdát, azonban a technikai megoldás nem volt egészen pontosan kiviterezve. Pott fejelt, Tóthnak kellett hárítania. Kovács, Juhász, szép akció, hajnal elől ment Horváth Zoltán. Kovács dobhatja be a labdát, akár szögletter felérő pozícióban. Pott dobja haza Diszlő kapusnak. Az ötödik percben járunk, 0-0 a találkozó állása. Horváth Zoltán, Müller, Kovács fejelte ki Horváth elől, aztán Juhászt szerelte a másik horvát, Horváth Zoltán, aki rossz emlékekkel bír a VOK küzdőterével kapcsolatban, hiszen egy súlyos sérülés szenvedett egykor itt. Egy emelés, Juhász a kapufára emelt, Kovács pedig nem tudott kapura lőni, hiszen Diszlő Péter jó ütemben vetődött vissza, és szögletre mentett. Tehát Horváth Zoltán itt egy csúnya sérülést szenvedett egykoron. Diszlővéd ismét. Kovács lövését kellett hárítania, aztán nem tudtak gyorsan menteni a C plusz V játékosai. Pott. Mindenki mellett elgurult a labda. Spánic. Kovács. Hajnal. A csel jó volt, azonban Horváth Zoltán szabálytalanul állította meg Hajnal Imrét. Máriási végezheti el a szabadrúgást a kaputól mintegy 14 méterre. Elakad a passz. Müller komótosan hozta fel a labdát, aztán átadásában Hajnal Imre lépett bele. A játékvezető visszarendeli a bedobást. Mayer. Kovács rúgott utána. Egyelőre szépen lassan csordogál a mérkőzés. Ott teszi hátra Horváthoz. Mayer. Kovács lökte el Mayert, és így jutott labdához, ez szabálytalan volt. A 8. percben járunk, 0-0. Pott. Most végzi el a szabadrúgást. Büki Géza felé szállt az indítás. Most Mayernél a labda. Müller.
elvesztette a labdát Pott. Egyedül törhetett volna a kapura Müller Csaba. Mayer. Jó a labda, Pott teszi vissza egyből. Ez pedig már Tóth Attiláé. Kovács. Máriási. Spánic. Máriási kapja. Kovács. Hajnal pöccinti tovább. Horváth Zoltán vágja ki végül. Kovács. Juhász. Egészen hátra Spánicig. Hajnal. Jó az ívelés. Juhász pedig ütközik Diszlő Péterrel. Pott Sándor hozhatja fel a labdát. Indíthatja a Csé plusz V támadását. Büki felé az indítás, azonban Spánic fejelte ki. Kovács Bükiben akad el. Máriási. Pott. Spánic fejelte vissza ismét. Máriási. Spánic. Juhász nem ért el Kovács átadását. Így az oldalvonalról hozhatja játékba a labdát a Csé plusz V. A Csé plusz V a legutóbbi fordulóban, tehát múlt héten a Zöldkert verte 4-0-ra, még a klubfeca is győzelmet aratott. Ők a Fapados Sörözőt verték 4-1-re, nagyon fontos mérkőzésen. És pedig Hajnalt kell ápolni a felező vonalnál. Az ápolás pedig annyiból áll, hogy önmagát ápolja a Videoton masszőre. Molnár Zsolt közben a pályán a klubfecánál, hiszen Hajnal fejelte ki a labdát. Diszlő még elcsípte az alapvonal előtt. Pott indít, Máriási csípje az átadást, aztán Pott szerel ismét, Mayer pedig buktatta Máriásit. Itt szabad rúgás a kékmezeseknek. Hajnal végzi el váratlanul, kapu fölé lőtt. Vissza, Büki azonban lekésett a labdáról. Tóth. Kovács. Balogh Zoltán tette átra Máriásinak. Jók a cselek. Balogh. Horváth Zoltán csípte el. Aztán Büki adta el a labdát. Most visszaszerezte Mayer. A bal oldalon Müller indul meg, Hajnal tisztáz. Kovács. Jó a csel. Két ember zavarja. Hajnal. Molnár. Büki szerez labdát. Molnár. Hajnal. Molnár Zsolt lőheti előre. Elakadt az átadása.
Kovács. Máriási nem tudta megszerezni a labdát. Hajnal. Horváth Zoltán engedi ki. Tizenötödik perc, 0-0 a mérkőzés állása. Maier, Molnár szerelte. Müller végezheti el a szabadrúgást. A kaputól mintegy 16 méterre. Jó volt az elképzelés, Horváth Zoltán tette középre, azonban Maier nem tudta kapura lőni a labdát. Tisztáztak előle. Maier, Molnár szorongatja. Ott. Balogról ment ki. Dobhat a C plusz V. Maier az, aki az oldalvonal mellé sétál. Bedobása jó. Büki feje felett elszállt a labda. Molnár. Rossz az előreívelés. Müller. Horváth, Müller felé, szép volt az akció, Müller próbálkozott egy kapáslövéssel. Kapu előtt keresztbe szállt a labda. Molnár. Kovács. Balog. Büki próbálta szerelni, aztán Maier indította volna Müllert. Hosszú volt a labda. Kovács. Balog. Kovács kapja vissza. Szép az összjáték. Biszli védett ismét nagyot. Kovács lövését hárította. Szép akció volt. Kovács. Két ember mellett már nem tudott elmenni. Máriási teszi Hajnalnak a labdát, aztán ellövi. Bükin pattan meg a labda. Újabb bedobás a klubfecának. Molnár. Hajnal felé szállt a labda. Aztán Balog húzza vissza Horváth Zoltánt. Szabadrugás kifelé. Horváth. Müller. Büki. Maier. Tóth védett lábbal. Horváth. Müller. Nagy lövés. Még mindig ott a lehetőség most már. Molnár Zsolt hozza ki, Maier tette kapura a labdát. Aztán buktatja Kovács Tamást. A C plusz V tér felének közepén. 18. perc, 0-0. Máriási végezheti a szabadrúgást. Vajon vállalkozik a kapura lövésre. Bükiről az egyszemélyes sorfalról vágódik le a labda, amely az oldalvonalon túlhagyja el a játékteret. Máriási bedobása, Baloktól pattan el messze a labda. Maier, Müller, Pott, Maier felé elszállt
Tóth kapus és Mayer feje fölött is a labda. Mayer szöglete. Veszélyterem volt. Kovács. Máriási szép volt a csel, Müller mellett ment el. A középradás is jó volt, játékos viszont nem érkezett pontosan. Balog. Elövi, kapufa. Vezetők visszarendelték a labdát. Pott. Mayer felé az ívelés, Tóth Attila húzza le. Hajnal. Máriási még eléri, azonban erő már nem volt a lövésben, Bendiszló Péter könnyedén szedte föl. Bőki tartja meg a labdát jól. Aztán hosszú volt már a továbbítás. A 20. percben járunk, 5 perc van még hátra az első játék részből. 0-0 a mérkőzés állása. Kovács. Máriási felé. Horváth őrzi. Aztán Pott is oda megy segíteni. Pottról vágódik ki a labda, így szöglet a klub feca javára. Balog. Hajnaltól pattan el a labda. Aztán Horváth mehet érte. Hajnal tisztázott. A klubfeca támad többet egyenlőre az első fél időben, és nekik voltak veszélyesebb akcióik is. Pott lövi el. Kapu mellé. Kovács. Máriási. Pottról vágódik vissza. Horváth. Pott. Müller. Máriási fejelte vissza a labdát. Bedobást Pott végezheti el, Grácer. Horváth. Pott. Müller. Jól vette át, a középradás is jó volt, Büki azonban lekésett az átadásról. Molnár. Disztlié. Müller. Grácer átadása volt lövésszerű, amit nem érhetett el Büki Géza. Máriási. Kovács. Máriási csípi el saját játékos társa Molnár Zsolt elől. Három perc van még hátra az első játék részből, 0-0. Máriási Grácerről vágódott le, aztán visszaszerzi, Grácer pedig szerel. Müller. Hajnal. Büki. Rövid volt a passz. Molnár szabadít fel, 2-1 ellen, és Hajnal előtte egyből, Disztl pedig hárított. Lehet, hogy jobban járt volna, hogyha bevárja játékos társát, Kovács Tamást, és akkor ketten kijátszhatták volna a kapust. A szöglet után Molnár Zsolt, a plafon találja el.
játékvezetői feldobás lesz a dologból. Ott, és most járt le az első 25 perc, tehát C plusz V klubfeca 0-0. A második fél időt a klubfeca kezdte, ahol most új játékos van a pályán, 7-es számmal, Keller Zsolt. C plusz V-ben nem történt változás az első félidő végéhez képest. És most igen, közelről 7 méterről végezhet el szabadrugást a klubfeca kecsegtető szögből. Három tagú a sorfal, Diszli Péter is kijön a kapujából. Máriási először egy lövőcselt mutat be, aztán Kovácsos passzol, Hajnal tette középre, ezt pedig már felszabadították a C plusz V védői. Müller. Kifelé jó volt az indítás. Nem volt kint. Kovács támadja, Büki cselezget a sarokban. Nem tud vele mit kezdeni, aztán Máriási hozza el. Müller lövi el messziről a kapu fölé. Kovács, Juhász, Máriási. Müller támadja. Kovács, Hajnal, hogy Sándorról nem tudott lefordulni, sőt még róla ment ki a labda. Müller. Hosszú volt az ívelés. Grácelt próbálta játékba hozni. Kovács. Kötényt oszt ki. Aztán Müller szerzett labdát. Büki. Jól vette észre Müllert a bal oldalon, ellövi, levágódott Keller lábáról. Így szöglethez jutott a C plusz V. Grácer lőtte el végül a labdát, ez is elkerülte a kaput. Máriási. Nem volt jó az indítás. Nyolcas számmal Gelencsér a pályán a klubfece együttesében. Ott. Grácer mellel tette tovább, aztán Büki nem tudta visszatenni a labdát. Juhász, Horváth Zoltán állítja meg a C plusz V-tér felének közepén. Máriási végzi el a szabadrúgást. Aztán Keller ment a labdához, Máriásinak passzolta. Kivágódik a mezőnybe ismét. Gelencsér, Büki szerez labdát. Müller nem tudott elmenni Juhász mellett. Müller fejese a kapufa tövéről vágódik vissza. Máriási, Kovács pedig nem figyel, így fordulhat a C plusz V. Müller pot felé. Máriási, Gelencsér, Horváth Zoltán állítja meg. Máriási, Gelencsér, Grácer, aki tisztáz.
Juhász. Máriási. Róla ment ki a labda. A 30. percben járunk, még mindig 0-0 a mérkőzés állása. Pott. Grácer. Lüki. Keller szerelte, indította Máriásit. Kovács fut a bal oldalon. A Máriás a jobb oldalt választotta, ahol Juhász késett le a őszintén szólva hosszú átadásról. Kovács helyett Molnár Zsolt érkezett a klub Fece együttesébe. Pott. Májer üresen. Keller fejelte ki. Horváth. Ott. Molnár vette le mellel, aztán Keller fejjel továbbította. Májer még megmenti. Müller. Horváth. Müller, Horváth Zoltán felé, aki középre fejelte a labdát. Aztán onnan már a kékmezesek vágták ki. Horváth, illetve Müller, elnézést. Pott bedobása, Bors. Ez már kint van. 7. perc, 0-0. Nem tudnak mit kezdeni egymással a csapatok. Egészen hátra Diszlőig, aki Bors István próbálta játékba hozni. Aztán Keller volt szabálytalan. Müller végezheti a szabadrúgást. Májer tett tovább Borsnak, aki elővi, és Tóth Attilának kellett ügye a bajjal hárítania. Keller. Gelencsér. Pott bedobása Májer felé. Üres területre passzolta a labdát, ahol nem érkezett játékos társ. Keller. Müller fejelte vissza. Bors. Molnár. Müller szerzi meg. Pott. Müller felé, Molnár fejelte vissza ismét. Gelencsér, szabálytalan volt a megmozdulás. Keller. Második félidő, 9. perce, 0-0. Diszlő kirúgása. Pott Sándor felé. Borst szereli. Molnár elővi messziről. Nem sokkal került el a kaput. Pott. Bors. Tóth húzta le a magasból. Hajnal. Előtte a félpályáról. Messze a kapu fölé és mellé.
Müller. Mayert lökte hátulról Keller. A labda mögött Müller és Bors. Minden bizonnyal Müller végzi a szabadrúgást. Így is van, Borsnak gurítja le, aztán Molnárról vágódik ki. Jelentétesítélet, úgy érzem, aztán lehet, hogy visszapattant még Borsra a labda. Keller. Molnár megpattant. Máriási hátra Kellernek. Félpályáról tüzel Diszlinek kellett hárítani a bravúrral. Máriási bedobása. Müller. Molnár. Ott tette tovább. Bors szelidíti meg a labdát. Aztán Hajnalt fűzi be egy cselbe. A passz már nem volt jó. Máriási. Kovács. Molnár Zsolt. Kovács kapja vissza. Szép az összjáték. Molnár. És Máriási nem tudta a kapuba fejelni a labdát. Üresen tátongó kapu mellé továbbította azt. Mindez a második félidő 12. percének történése. Kovács felezte jól a labdát. Keller. Müller. Egyre több a veszélyes helyzet a klubfeca jóvoltából. A játékvezető pedig Kovács Tamást figyelmeztette, hogy még egy ilyen is leküldi a pályáról. Müller, Bors, jó a bedobás, beadás, és Mayer piszkált bele, és ezzel megszerzi a vezetést a Csé plusz V a második félidő 13. percében. Ez egy váratlan gól volt, úgy érzem, hiszen a klubfeca uralta végig a mérkőzést. Ők dolgoztak ki több helyzetet, és veszélyesebbek is voltak a kapura. Ám egy átadásba Mayer piszkált bele, és így a Csé plusz V jutott vezetéshez. Bors próbálta szerelni Kovácsot. Máriásinak hosszú az indítás. Vadász Imre a pályán, a Csé plusz V együttesében 12-es számmal. Mayer jól fordult le és eltalálta Tóth Attilát, a kékmezesek hálóőrét, aztán Kovácsot állította meg Pott. Máriási, Molnár, nagy helyzet, Máriási nem talált vele a kaput, levágódott a védőről. Mayer, Kovács ért vissza. Mayer a földön, a játékvezetők sípja pedig megszólal. A Csé plusz V juthat így szabadrúgáshoz.
15 perc telt el a második játék részből. 1-0-ra vezet a C plusz V. Smolnár Zsolt fegyelmezetlensége miatt 2 percre kiáll a játékból. Vitatkozott a játékvezetővel, és ez volt a büntetése. Így újabb hátrányban most a klub feca, most ember hátrányban. Bors ellövi, oldalháló. Keller. Jó az ívelés, Máriási felé, Diszli Péter azonban megelőzi a feca csatárát. Hajnal, jó a perdítés, Máriási fejjel vissza a Kovácsnak. Ketten is támadják, Bors és Pott, aztán Hajnal ível előre, nem volt pontos. Most már a klubfecának ezt sietőssé válni a dolog, hiszen alig 9 perc van hátra a mérkőzésből, és 1-0-ás hátrányban vannak. Keller, Kovács, Máriási, Hajnalnak hátra. Szép volt a passz, két ember között továbbította, azonban Máriási nem érte el a labdát. Diszlő kirúgása. Pott, Vadász, Kovács szereli, Máriási. A Vadász csúszik be jól. Indulhat a C plusz V akciója. Mayer, Bors egyedül. Tótot találja el. Nem ért bele Tóth Attila, a kapus. Tehát Bors István csak simán mellé lőtte a labdát. Máriásit pedig Vadász Imre vágja föl. Máriási végzi a szabadrúgást, átlépi a labdát, aztán Kovácsnak maradott a lehetőség. Jó volt a lövés, Diszlinek kellett tornáznia, a lécadó tolta ki. Mayer még elcsípte az oldalvonal előtt. Kovács, Balog, Pott támadja, szabálytalanul. Balog teszi jól, Máriási vissza, Hajnal, Diszlvéd kitűnően, remek mozdulattal. Diszl Péter nagyon jól véd. Spánic hátra. Spánic, Balog. Kovács. Hajnal, nem volt jó a passz. Vadász lövi el mellé. Negyvennegyedik perc, 1-0 a C plusz V-nek. Máriási fejjel tovább Hajnal felé, az utolsó pillanatban pedig Pott szerel. Hajnal bedobása. Egészen hátra, a kapusig. Spánic, Kovács. Má-
Mayer, Bors, kapu fölé. Spánic fordul rögtön, Balog. Máriás indul, nem kapja a labdát, elakad Mayernél. Horváth, jó volt a csel, aztán Máriási felvágja. Kevesebb, mint 5 perc van még hátra a találkozóból. 1-0 a bordómezes C plusz Wave javára. Bors végezheti el a szabad rúgás, nagy lövés Tóth Attiláról vágódik ki. Hajnal Máriási felé. Jó, a passz kicsit volt hosszú. Balogot erőzte meg Disztl. Mayer próbálkozott fejjel játékba avatkozni, Spánnis megelőzte, Balog. Nem értették meg egymást Kovácssal, aztán Spánic ismét. Bors ellövi messziről, Hajnal kezéről vágódik le. Védlenkezezés volt. Máriási, Kovács, Disztl Péter a labda végállomása. Vadász, Mayer, most már csak gurigázik a C plusz V, őrzi az 1-0-ás előnyét. Máriási szöglete, Balogot erőzte meg ott Kovács. Hajnal elővi, nem sokkal ment fölé. Szöglet. Jó lövés volt ez is. Máriási szöglete. Balog. Hajnal egyből. Egy újabb szöglet. Máriási jól vette át a labdát, Pott pedig feltartotta. Máriási Zsoltot. Hatoson belül történt között egy szabálytalanság, ki kellett hozni a hatos vonalra a labdát, onnan végezheti el a szabadrúgást. A klubfeca, Máriási ijeszget, Kovács, ott a lehetőség, és Balog a kapufát találja el. Ez volt az egyenlítési lehetősége a klubfecának, amit elpuskáztak. Spánic fejeli vissza. Balog, 2 perc van még hátra találkozóból. Kovács, Máriási, kapu mellélő. Hát mit akar még berúgni a kékmezes gárda? Disztl kirúgása. Bors csúsztatja meg. Hajnal. Egy újabb emeléssel próbálkozott. Jobban járt volna talán, ha felviszi a labdát. És egy nagy gól! Mayer villant ismét. A kaputól mintegy 15 méterről tüzelt. Ami a klubfeca kapujában kötött ki. Így eldőlt a mérkőzés tehát Mayer második góljával 2-0-ra vezet a C plusz V együttese. Amikor már csak 2 perc van hátra a találkozóból. Spánic, Kovács. Tóth, Spánic. Bors szerez labdát, és Tóthba lövi.
Bors egészen hátra, Mayer felé, aztán Diszlő-Péteri a labda. Az utolsó percben járunk. Ott emeli föl Spánic, Balog, Máriási, nem érkezett középen játékos társ. Letelt a rendes játékidő, a 25. percben járunk. Kovács, és itt a vége tehát. A 20. forduló rangadóját a Cseh Plusz vényerte 2-0-ra. Mayer két góljával, melyeket a 38. illetve a 48. percben lőtt. A klubfecának volt igaz, több támadása, veszélyesebb helyzeteik, azonban a Cseh Plusz V kihasználta a kevés helyzetéből azt a kettőt, ami azt eredményezte, hogy ezzel eldöntötték a mérkőzést, és meg is tudták nyerni. Tehát újabb két bont a zsákban a bajnok aspiráns együttesnél. Tehát még egyszer a végeredmény, Cseh Plusz V, klubfeca 2-0. Mondhatni, csonka forduló volt az eheti, de lássuk, mi történt még a pályán. A Gallon Kft. Turuline összecsapás jól tükrözte a két csapat közötti különbséget. A Turul egy pillanatra sem adta ki kezéből a kezdeményezést, és magabiztos játékkal 2-1-es állásnál cseréltek térfelet a csapatok. A játék képe fordulás után sem változott, a kékmezesek támadtak többet, és ez a gólok számában is megmutatkozott. A Gallon játékosai nem tudtak újítani, és a félidőben már a Turul hálóját sem veszélyeztették többet. A két gárda találkozóját az őszi eredményhez hasonlóan 5-1-re nyerte a Turulline. Mi nekünk igazából nem volt sok cseré lehetőségünk, ez talán meglátszott, talán úgy 2-1, 3-1-nél úgy érzem, hogy akkor egy kicsikét kilazítottunk, és nem bírtuk a tempót, és talán ott ment el egy kicsit a meccs. Hogy ízett ez a mai mérkőzés, milyen volt? Jól esett, különösen, hogy tegnap bajnoki forduló volt, mert elmegy egy kis átmozgatás utána, örülök, hogy nyertünk, sikerült hozni ezt a mondható kötelező győzelmet, ami mindig nehéz. Elég nagy meleg volt azért a csarnokban, de ez ne nyomta rá a játékra a bélyegét. Igen, ez a hirtelen jött meleg, különösen ebbe a csarnokba érezte a hatását. Hát fel kell készülni rá, hogy az elkövetkezendő időben egyre több ilyen mes lesz, amilyen izzasztó lesz már csak a körülmények miatt is, a hűségre miatt. A Fedél Kft. Blue hétfő mérkőzésen a három forduló óta nyeretlen Blue hétfő gyorsan vezetést szerzett. A gól után a Fedél magára talált, és sok kihagyott helyzet után ugyan, de egyenlíteni tudott. A Fedél játékosai miután megnyugodtak, ügyes játékkal fordítottak, és 2-1-es vezetésnél vonulhattak pihenőre. A második félidő elején a meccs első perceihez hasonlóan a kékmezesek játszottak aktívabban, ám egy gólos hátrányban büntetőt hibáztak. A Fedél játékosai ezt gólokkal torolták meg, és már 4-1 volt az előny. 9 perccel a találkozó vége előtt szépített a Blue hétfő, majd ezután beszorították az ellen játékosait saját kapujuk elé, de gólt már nem tudtak lőni, így a Fedél nyert 4-2-re. Nehéz volt talprálni a múltkori súlyos zakó után, de azért most legalább megvolt a lelkesedés, hajtottunk, hát is meglett az eredmény is. Az első félidőben szerintem jól játszottak, szerintem elfáradtak a második félidőre egy kicsit. És igazából cseréjük se volt, ugye, és szerintem kicsit elfáradtak. Ugye a mezőny közben is szerintem, hogy hétről hétre. Mert az első félidőben szerintem egész jól játszottak, szóval akkor még pörögtek egy kicsit. Szerintem a csapatjáték az javult az elmúlt hetekhez képest, de ez mindig kevés. Nem tudom, mi a baj. Ez nagyon fontos lett volna, be lehetett fogni a Fedél Kft-t. Hát igen, és most sem volt a neheze, az első négyen még nem játszottunk, és a bravúr kell. És esélylatolgatás? Hát a kieső helyen mi ugyan nem vagyunk, de egyre közel kerül hozzánk. Nem tudom, nagyon nehéz lesz, meg kell próbálni. Labda gömbölyű, lehet bármi. Az első játéknap utolsó mérkőzésén a negyedik Fapados söröző és a harmadik Bombom Bolt mérte össze tudását. Decemberben a Fapados nyert 4-2-re, ám most a Bombom tűnt aktívabbnak és a vezetést is megszerezte, amely előnyét a félidő végéig meg is tudta őrizni. Fordulás után a Fapados többet birtokolta a labdát, sőt egyenlíteni is tudtak. Az idegölő küzdelemben hol egyik, hol másik kapu forgott veszélyben. A Fapados söröző a vezetést is megszerezte, mely gól után szinte csak az eredmény tartására összpontosította. Ez meg is bosszulta magát, és a Bombom Bolt megszerezte az egyenlítő találatot, mely gól után többet már nem rezdültek a háló.
A nagyiramú mérkőzésen igazságos 2-2-es döntetlenre végeztek a csapatok. Elégedettek vagytok a döntetlennel? Hát szíven szerint nem nagyon. Győzni szerettünk volna mindenképpen. Kicsit feljebb kerültünk volna, azt hiszem, akkor a tabellán. Tehát végül is így összességében azt hiszem, igen, elégedett vagyok a döntetlennel. Igen, nagyon fontos lett volna, hiszen akkor közelebb kerültetek volna a vezető Cséplőszvéhez. Így van, így van, így van. Hát sajnos ez, most hiányzott az igazság két emberünk, elég meghatározó a Csucsánszki is, meg a Ruzics Gabi. Keveset tudtunk cserélni, az lett volna jó, kicsit pörgősebbre tudtuk volna venni akkor a mérkőzést. Tehát ez sajnos ez így volt most, így jött össze. A sereghajtó Mástészta számára minden mérkőzés élet-halál harcot jelent a bentmaradásért. A küzdelem következő állomása a Sünni és barátai csapata volt. A Sünni teljes összeállításában szerepelt és aktívabb játékot mutatott. A Mástészta a találkozó második harmadában még helyzetekig sem nagyon jutott el. A végére azonban feljavult a Mástészta, ám még a legnagyobb zicsereket is elhibázták, míg a Sünni belőtte helyzeteit. Az őszi idényben a két együttes találkozóján a Sünni 3-2-es vereséget szenvedett, ám most magabiztos 6-2-es győzelmet aratott. A ruhád színe tükrözi a hangulatodat? Hát nem emiatt öltöztem, azért biztos, hogy ennél jobban fogunk szerepelni, de hát nem nagyon sikerült. Az ellenfél most azért jobban állt ki, mint szokott. Én azt hiszem, hogy reális a különbség, és megérdemelt a győzelmet, ezért mindenféleképpen gratulálnunk kell nekik. A mi játékunkról talán annyit lehet elmondani, hogy még a rengeteg kapott gól ellenére is partiba lehettünk volna, hogyha a csatárok egy kicsit jobban érzik a kaput. Ez a mai eredmény tulajdonképpen hűtőkre az egész éves szereplésünknek, és ennyi, hogyha ilyen marad a helyzet, kihasználásunk, illetve a játékosok nem lesznek lelkesebbek, akkor a többi meccsen se várható ennél jobb eredmény, legfeljebb gólkülönbségek lesznek kérdésesek. A MÁV gépészet Zöldke 96 Kft. Mérkőzés elmaradt, ám a MÁV labdarúgói nem maradtak játék nélkül, barátságos meccset vívtak a Sünni csapatával. A második játéknapot a múlt héten javuló formát mutató Fevita és a mindig küzdelmes meccset ígérő Bádogos találkozója zárta. A csapatok mindkét kapunál sok helyzetet alakítottak ki. A vezetést a Bádogos szerezte meg, és előnyét sokáig tartani is tudta. Fordulás után a Fevita továbbra is jó játékot mutatott, előbb egyenlített, majd megfordította az eredményt. A Bádogos megrázta magát, egalizálta a mérkőzés állását, majd ők vették át a vezetést. 2-3. A meccs végén a Bádogos irányított, és az előnyét is növelni tudta, s 4-2-re nyerte a találkozót a jó produkciót mutató Fevita ellen. Ha emlékeztek rá, az előző nyilatkozatomban azt mondtam, hogy egy kicsit nyuszik vagyunk, nem tudunk igazándiból odahatni, hogy kicsit erősebben jobban játszunk, tehát jobban akarjuk a győzelmet. Most a második meccsünket is úgy tudtuk megfordítani az előzőt is, hogy az ellenfél vezetett és győztesként jöttünk le, meg itt ezen a mérkőzésen is, és igazándiból lehetett látni, hogy akartuk a győzelmet, és ennyivel, én úgy érzem, ennyivel jobbak voltunk az ellenfélnél. Ami a hűtőházat illeti, ez a védekezés, hogy sajnos megint 3 gólt kaptunk pont, hát nem rugásból, bedobásból. Lényegében az, hogy nem figyeltünk, 3 gólt kaptunk így, és sajnos a 2-1-re mi vezettünk, és sajnos most fordítva volt, most az ellenfél tudta megfordítani az eredményt. Hát, amit lehetett látni a játék alapján, én azt mondom, hogy a döntetlen azért az első fél időben kihajtott helyzetek alapján reálisabb lett volna. Hát, majd meglátjuk. A múlt héten már nagyon bizakodó volt, meg győztünk is, ma már jobb volt a csapat, jó volt, hát majd reménykedünk, hogy azért csak-csak meg tudunk kapaszkodni. Most már ugye egyben van a csapat, fel kell rázni a csapatot. A pénteki Cséplőszvé klubfeca mérkőzés után Pauker Kálmánnal, a Városi Labdarúgó Szövetség elnökével beszélgettünk. Megpróbáltuk a bajnokságot rangján kezelni, ezért az első osztályban és az 1B-ben két játékvezetőt szerepeltetünk az igazságos döntések érdekében. Hogy érzi elnök úr, adódtak problémák az idén folyamán? Hát problémák mindig adódnak. Két héttel ezelőtt a Cséplőszvé csapatvezetője Horváth úr nehezményezte, hogy a szövetség nem jelenik meg minden mérkőzésen. Erre képtelenek vagyunk, hiszen hetente 54 mérkőzés van. Sajnos sok esetben a játékosok fegyelmezetlenek. A mai mérkőzésen ilyet igazából nem tapasztaltunk. A sportszerűségen lenne még mit javítani.
ez a célunk, hogy ez a játék végül is arról szóljon, amiért van, kikapcsolódás mellett sportjellege is erősödjen. Az első osztályban elég kemény, feszült hangulatú mérkőzések vannak, és hát ugye, hogyha erre már kitértünk, akkor Horváth úr említette, hogy talán a legjobb megoldás egy ellenőr szerepe lenne. Ön hogy látja ezt? Hát gondolkodunk rajt. Több mérkőzést az elmúlt hónapban ellenőriztettem. Játékvezetői szempontból természetesen a játékvezetők működését folyamatosan ellenőrizzük. Kereteket állítottunk fel első, másod és harmad osztályban működő játékvezetőkről. Továbbképzéseket is szerveznek a kollégáim a játékvezetőknek, hiszen tudjuk, hogy itt van a legtöbb probléma a játékvezetés körül. A mai mérkőzésen szerintem jó játékvezetést láttunk, bár aki a pályán van, ezt sosem így ítéli meg. Tehát akkor nézzük a 20. forduló eredményeit. Gallon Kft. Turuline 1-5, Fedél Kft. Blue Hétfő 4-2, Fapados Öröző Bombombolt 2-2, Mástészta Sünés Barátai 2-6, MÁV Gépészet Zöldker 96 Kft. Elmaradt, Fevita Bádogos 2-4, C plusz V Klubfeca 2-0. A tabella a következőképpen alakult, továbbra is tartja a vezető pozícióját a C plusz V, akinek most már 6 pont előnye van a mezőnnyel szemben, második a Bombombolt 30 ponttal, míg harmadik a Klubfeca 30 ponttal szintén, negyedik a Fapados, ötödik a Turuline, hatodik a Bádogos, hetedik a Fedél Kft., nyolcadik a Süni és Barátai, kilencedik a Blue Hétfő, tizedik a Gallon Kft. 15 ponttal, majd 11. a Zöldker 96 Kft. 11 ponttal, 12. a MÁV Gépészet, 13. a Fevita, és a Mástészta az utolsó, a 14. helyen áll 9 ponttal. A Kispálya című műsor legközelebb szombaton jelentkezik ismét, a jövő héten, ha kedvük tartja, kérem tartsanak velünk akkor is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!